korábban az Európai Uniós intézmények több forrásból körülbelül 3,5 milliárd forintnyi támogatást adtak a bevándorlási probléma kezelésére Magyarországnak. A Demokratikus Koalíció most felszólította a kormányt, hogy 10 napon belül számoljon el ezzel az összeggel. A telefonnál Niedermüller Péter, a párt alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az ön felszólítása nélkül nem fogja Brüsszel elszámoltatni a kormányt ön szerint? Nézd, nem Brüsszelről van szó, hanem a magyar társadalomnak a tájékoztatásáról. Ugye épp az előbb ment önöknél a hírek a bevándorlók és a menekültek jelenlegi helyzetéről. Igen, erről a bizonyos tranzitzónáról, amelyet az egyik pályaudvarnál már használhatnak a bevándorlók. Igen, valamint az előző napok folyamatos híradásáról, amely szerint menekülteknek ezen a téren, meg azon a téren, meg ezen a pályaudvaron, meg azon a pályaudvaron kellett eltölteniük hosszabb időt. Ez fölveti a kérdést, hogy a kormány miért nem használta hatékonyabban azokat az összegeket, azokat a nagyon jelentős összegeket, amelyeket az Európai Uniótól kapott. És azért mi szeretnénk látni, hogy ezek az összegek, amelyek 2015-ben, sőt már korábban is befolytak a magyar költségvetésben erre a meghatározott célra, ezt az összeget, ezeket az összegeket hogyan és milyen célra használta fel a kormány. Tehát ön a hatékonyabb kifejezést használta. Na most itt az látszik, hogy itt a bevándorlók ellátására, egészségügyi vizsgálatokra a bevándorlási és állampolgársági hivatal megnövekedett munkájának finanszírozására lett többlet forrás, ez látható. Mi lett volna ehhez képest hatékonyabb ön szerint, vagy önök szerint? Nézze, beszéljünk egészen pontosan. Ugye 2015-ben, februárban a magyar kormány már kapott 1,2 millió euró többletforrást. Most augusztusban kb. 8 millió euró további többletforrás fog érkezni Magyarországra. Azért, mert az Európai Unió tudomásul vette, elismerte azt, hogy Magyarország nagyobb migrációs nyomásnak van kitéve, mint más európai országok. Fölvetődik a kérdés, mi történt ezzel az összeggel. Miért nem készültek már korábban mindenféle tervek arra, hogy hogyan lehetne a meglévő menekültáborokat például korszerűsíteni, bővíteni, miért kell. A kormány egyetlen szóval nem indokolta meg, hogy miért kell Martonfán és Sormáson a világ végén, vagy Magyarországnak a távoli vidékén menekültábort építeni. Miért nem lehet olyan gyorsított eljárásban olyan menekült egységeket vagy táborokat létrehozni, amelyeknek a segítségével el lehetne kerülni a mostani áldatlan állapotokat. Csak egy valamit nem értek, tehát az egyik mondatával azt mondja, hogy miért nem épít a kormány, vagy miért nem bővíti ezeket a befogadó állomásokat, a másik mellékmondatával meg azt kifogásolja, hogy akkor miért épülnek ezeken az említett helyeken. Nézze, ez a két dolog összefügg. Ugye Magyarországon vannak menekültáborok. Magyarországon ezeket a menekültáborokat sokkal gyorsabban, hatékonyabban lehetne korszerűsíteni, bővíteni, mint ön is tudja, hogy Martonfa és Sormás nem az ország központi részén helyezkednek el, hanem a távoli Dél-Magyarországon vagy Nyugat-Magyarországon. Lehet, hogy a martonfaiak, ők a településüket a világ közepének érzik, azért ezt ne vegyük el. Lehet, hogy a világ közepének érzik, csak itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy a magyar kormány és a magyar állam hol tudja a menekülteket a leghatékonyabban kezelni. De még egyszer mondom önnek, azt is lehet, bizonyára van a kormánynak erre jó indíték, hogy csak éppen nem meséli el a társadalomnak, nem mondja el a nyilvánosságnak, és ugyanez vonatkozik az Európai Uniós pénzekre is. Lehet, hogy nagyon hatékonyan használja fel a kormány ezeket az összegeket, szeretnénk látni, hogy hogyan és mire költi ezt a rengeteg pénzt. És ha ez a 10 napos határidő letelik, elketyeg az óra, és még ebből 9 nap hátra van, akkor mi lesz, ha önök nem kapják meg a számlákat? Nézze, nekem, mint európai partner, nem a számlákat akarom megkapni, egy nyilvánvaló kimutatást, vagy egy beszámolót szeretnénk arról hallani, hogy mire költötték el a pénzeket, nem a számlákat akarom én nézegetni. Nyilvánvalóan nekem, mint európai parlamenti képviselőnek fontos feladatom és kötelességem az, hogy figyelemmel kísérjem, hogy mire költődnek el ezek a pénzek. Abban az esetben, hogyha a kormány nem hajlandó ezt nyilvánosságra hozni, akkor meg fogom kérdezni az Európai Bizottságot, hogy milyen információi vannak arról, hogy ezeket az összegeket, ezeket a jelentős összegeket, mondom még egyszer, mire költötte a magyar kormány, azaz, hogy a magyar kormány hogyan számolt el az Európai Bizottság felé. Niedermüller Pétert, a Demokratikus Koalíció alelnökét hallottuk.